Tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Az irányvonal mai adásában egy másik izgalmas kérdést kaptunk, amely így hangzik: a lábmosás Jézus korában a házasságra való felkészítés rituáléja volt? Mielőtt erre válaszolnék, egy kicsit beszéljünk a lábmosásról úgy általában. Ez valóban egy rituálé volt, és hát ez már egészen a messze ókori időben is megfigyelhető volt, mivel az ókori ember vagy mezitláb, vagy saruban járt, ezért a számára mondjuk egy vendég meghívás, vagy az erre való megérkezés az párhuzamosan járt azzal, és ez egy nagyon, az udvariasságnak egy nagyon mély kifejezése volt, hogy mielőtt asztalhoz telepedtek, akkor a vendégeknek megmosták a lábát. Ez az asztalhoz telepedés természetesen egy kicsit más, mint ahogyan mi ezt gyakoroljuk, mert nem ilyen lábakon álló asztalokat használtak, hanem szó szerint inkább lefeküdtek, és az egyik könyökükkel támasztották a felső testüket, a másik kezükkel pedig fogyasztották az ételt, vagy pedig körbe ülték, vagy így körbe feküdtek egy asztalt. Na most a vendégek fogadásához, ahogy mondtam, hozzá tartozott ez az alapvető udvariassági szertartás. Inkább nem is szertartás, ez itt azért ilyen profán környezetben, ez inkább egy, ahogy mondtam, udvariassági szokás. De szertartás is volt, tehát ezt a részét is meg tudjuk említeni, mert az izraeli papok számára a Tóra előírta, hogy a szolgálatba lépés, vagy a minden nap mielőtt a szolgálatba léptek, a kezüket és a lábukat meg kellett mosniuk a templom udvarán lévő mosdó tálban vagy medencében. De visszatérve mások lábának megmosására, ez nagyon érdekes szabálya volt annak, hogy ki kinek moshatta meg a lábát. Például a feleség, tehát az asszonyoknak kötelessége volt a férjük lábát megmosni, ha erre igény volt. A gyerekeknek is az apjuk lábát. Aztán a nem zsidó rabszolgák az úruk lábát kellett megmosniuk, tehát ez egy kötelező feladat volt a számukra, de ha egy zsidó ember volt a rabszolga, őt erre nem lehetett Izraelben kötelezni, tehát itt egy nagyon éles határvonalat húztak. Aki vállalta a lábmosásnak a feladatát, ez egy egészen alacsony rendű szolgálat volt, talán az előzőekből is érzékelhető, akkor ez mindenképpen az egyén szempontjából, ha vállalta, akkor ez a legnagyobb szolgálatkészségnek a kifejezése volt. Ha meg valakit ezzel megbíztak, vagy ezt a feladatot kérték tőle, akkor azt lehet mondani, hogy ezzel talán a leginkább ki akarták fejezni, hogy ő a legkisebb, vagy a legjelentéktelenebb, és nyilván ilyen szempontból ez némileg megalázó feladatnak, vagy helyzetnek is tűnt. Van egy érdekes történetünk az Új Szövetségben, amikor az utolsó vacsora keretei között Jézus egyszer csak fogja magát, és elkezdi mosni a jelenlévő tanítványainak a lábát. Ez egy a tanítványok számára is kimondottan felkavaró élmény, és Péter azonnal ellen is áll, és egy nagyon érdekes párbeszéd alakul ki Jézus és ő közte. Sőt, a jánosi szöveg alapján Judás döntése a tekintetben, hogy ő elmegy és végképp eldönti, hogy elárulja Jézust, az ennek a kapcsán, vagy ennek az eseménynek az összefüggésében történik meg. De amit itt Jézus tesz, az két tekintetben is említésre méltó még. Az egyik, hogy követendő példa, azaz igazán itt Jézus azt a tanítást, amikor azt mondja, hogy és ez máshol is elhangzik az evangéliumban, hogy aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok, erre egy demonstrációt ad, bemutatja, hogy ez mit jelent ez a tanítás, mit jelent ez a mondat, és hát ugye ezt Jézustól egyébként megszokhattuk, akik olvassák az evangéliumot, ezt látják is pontosan, hogy Jézus amit tanít, amit képvisel, amiket értékekként továbbad, azt nem csak szavakban, hanem tettekben is képviseli. Ilyen tekintetben egyértelműen követendő példa. De mindemellett jelképet is látnunk kell benne,
mégpedig Jézus önfeláldozásának és a néhány órával később bekövetkező kereszt halálának, az ebbéli megalázkodásának is egy nagyon fontos jelképe, a tanítványait megmosó Jézusnak a képe. És azért, ha egy kicsit elvonatkoztatunk ebben a tekintetben, akkor itt egy egészen felkavaró és megdöbbentő kép tárul elünk az Istenről, mert gondoljuk csak el, hogy Jézus a 12 tanítványának mind egytől egyig, még az őt eláruló Júdásét, az őt megtagadó Péterét, sőt az őt elfutásukkal megtagadó összes többi tanítvány lábát is megmossa, és talán úgy is mondhatnánk, hogy tényleg egy felkavaró kép, ahogyan az Isten fia, aki emberként itt van közöttünk, ott térdel a bűnös és őt eláruló és megtagadó emberek előtt. Ez valami egészen felkavaró kép, hogyha igazán szeretnénk érteni és látni az Isten szeretetének mélységét, vagy ezt az alázatos Isten képét, amit elénk tárul, akkor ezt én meditációra mindenképpen javaslom, elmélkedés tárgyaként rendkívül termékeny az Istenkép változás tekintetében is ez a jelenet. De visszatérve az eredeti kérdésre, hogy ez a házasságra való felkészítés rituáléja volt-e, nem találok olyan bibliai összefüggést, amely erre a kérdésre igen választ adna. Lehet, hogy társadalmilag az olvasónk, vagy ott van nézőnk olvasott ilyen magyarázatot, vagy találkozott ilyennel. Én bevallom, őszintén nem sikerült ilyennel találkoznom. De hogyha visszatérünk a Jézus által elvégzett lábmosásra, és egy nagyon elvont és átvitt értelemben próbálom én ezt az egész képet értelmezni, akkor Jézus és az egyház viszonyát tekintve bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy ez a vőlegény és a mennyasszony közösségének egy igen sajátos és meghitt egymás szolgálatában való készség kifejezése, de ez úgy tudnám jellemezni, hogy inkább hát megerőszakolása lenne ennek a képnek és ennek az összefüggésnek, de én ezeket rábízom a kedves nézőkre, hallgatókra, hogy ezt tovább gondolják, vagy megítéljék, hogy ez része ennek, vagy sem, de talán itt is az általános szabály igaz, és ezt javaslom önöknek, mindig összefüggéseket, mindig tágabb összefüggéseket vizsgáljunk, ne kiragadva egy-egy gondolatot, vagy akár egy külső, Biblián kívüli elképzelést ráerőltetve a szövegre, mert akkor mindig az a fajta valódi, hiteles Istenkép tárul föl előttünk, mint amit itt Jézussal kapcsolatban ma láttunk. Isten áldja meg önöket, és Isten áldja meg az önök Biblia kutatását.